Szerintem semmivel nem voltam eddig úgy igazán megelégedve. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt az Arckép, az Echo Televízió két hetente jelentkező portréműsora, amikor is vasárnap esténként ilyen tájt, 9 órától, hitünk szerint garantáltan olyan emberekkel beszélgetek egy órán keresztül, akik letettek már valamit az asztalra. E heti vendégem korosztálya egyik legünnepeltebb színésznője. Üstökösszerű felívelését nagyon sokan követhettük nyomon, alig készült, vagy azt hiszem bátran mondhatom, ez idő szerint is alig készül magyar film nélküle. Az anyaszínházában, a Nemzeti Színházban pedig hát főszerep követ főszerepet. Következik tehát Tompos Kátya, én remélem, hogy egy kicsit közelebbről. Azt mondtad egy helyütt, és ezt nem biztos, hogy csak a főiskolára értetted, hogy egy ártatlan rózsabimbó voltál még a főiskolán. Ez ezt mikor mondtam? Hát ez egy olyan 2-3 éves, szerintem Nőklapjának adott interjú volt. Egy ártatlan rózsabimbó? Igen, szó szerint. De nem szoktam ilyen kifejezéseket használni magamra, de érdekes. Mi lehetett velem? Biztos, igen. Hát olyan szempontból így volt, hogy pont akkor végeztem el a gimnáziumot, leérettségiztem, ugye a felvételi után volt az érettségi, és hát én teljesen őszint tudom, ezt szokták mondani, hogy nem gondoltam, hogy fölvesznek, és akkor mégis fölvettek, de én tényleg 100%-ig úgy gondoltam, hogy ha engem most fölvesznek, akkor az osztályfőnök az biztos csak így viccből vesz föl, hogy ez biztos, magadban? Hogy nem lehet. Nem hittem el, mert nem voltam, úgy éreztem, hogy aki felvételizik a színművészeti egyetemre, annak már eleve színésznek kell lennie. Úgy születik. Úgy gondolom, igen, hogy az úgy születik, hogy színész. Hogy az ismeri az összes felvételiztető tanárt, hogy az eljár előadásokra a színművészeti egyetemre, hogy az ismeri az összes budapesti színház repertoárját, és hogy képben van ezzel. Én meg ehhez képest nem voltam képben semmivel se. Úgy gondoltam, hogy meg kell próbálnom ezt, Földesi Margit színi tanodájába jártam, és hát ott is olyan kis ügyefogyottnak éreztem magam, és szerintem az is voltam, de valószínűleg, ha volt bennem valami használható, akkor talán azt mondhatom úgy utólag, hogy pont az ügyefogyottság, ami talán megfoghatta a felvételiztető tanárokat. Nem kérdeztél rá osztályfőnöködnél, avagy a felvételiztető tanároknál? Nem mertem rá kérdezni. Nem mertél? Nem. Még ennyi időtávlatából sem? Nem, erre? Hát nem. Hát most már rámernék kérdezni, de most már valahogy nem tudom, talán biztosabb vagyok magamban. Nem azt mondom, hogy 100%-ig biztos, mert az akkor baj lenne, de hogy egy kicsit jobban ismerem már magamat, a határaimat, hogy mondjuk hova szeretnék fejlődni, vagy mi minden érdekes. Szóval nem gondoltam, hogy fölvesznek, és kicsit úgy is, azt is szoktam nyilatkozni, ugye, hogy úgy gondoltam, hogy kicsit korai volt az, hogy én bekerültem a színművészeti egyetemre, mert lehet, hogy el kellett volna tölteni még úgy 1-2 évet, hogy körülnézek a világban, és... Nem volt élményanyagod? Volt élményanyagom, de inkább az, ami mondjuk ugye a családomat, a baráti körömet érintette, a gimnáziumi éveimet, nagyon jó tanuló voltam, és nagyon sokat tanultam, tehát sok időt töltöttem el azzal, hogy fölkészítettem magamat arra, hogy majd milyen lesz az életben, a nagybetűs életben. És ehhez képest ugye rögtön, ezután a felkészülés után a gimnáziumban rögtön bekerültem a színművészeti egyetemre. És hogy azt láttam, hogy ott körülöttem sokkal vagányabb emberek vannak, olyanok, akik mondjuk, nem tudom, azért ugye az iskola mellett részt vettek a nagybetűs életben, és én meg ilyeneket nem engedtem, vagy nem nagyon engedtem meg magamnak, hogy mondjuk
mondjuk nem tudom, nagyon sokat bulizzak. Tehát buliztam én is, tehát nem az volt, hogy teljesen elzárkóztam mindentől, meg voltak az én barátaim is, de valahogy nem eresztettem el magamat annyira, hogy legyen egy komplett élményanyagom. Azt is szoktad mondani, hogy nem volt túlságosan sok önbizalmad. Majdnem, hogy szemérmes voltál. Igen. Ha valaki szemérmes, akkor színpadon hogy tud kiteljesedni? Hát talán, hogy pont azt a szemérmességet próbálja meg legyőzni a színpad által, ami gátolja. Tehát, hogy talán az, hogy azokat a gátakat próbáltam átugrani, amik tudtam, hogy gátolnak engem. Tudsz mondani egy számunkra is értékelhető, vagy érzékletes példát, akik nem játszottunk soha színpadon, és nem voltunk színpadi emberek? Azért nem tudok konkrétumot mondani, mert maga a színpadra állás is nekem a kezdeti időkben, tehát nem túlzok, hogy azt mondom, hogy évekig problémát okozott. Pusztán az a tény, hogy ki kell állni, igen, emberek elé? Igen, igen. Ez érdekes. Állandóan ott volt a kérdés bennem, hogy ezt most miért csinálom, most miért akarok kimenni, és hogy valahogy úgy vitt a lábam, és menni kellett, és volt bennem egy ilyen rettegés, és azt mondtam magamnak, hogy addig fogom ezt csinálni, amíg nem érzem azt, hogy most már nem az a fajta félelem van bennem, hogy azért állok ki, hogy ezt leküzdjem, hanem most már van egy iránya annak, amit közölni szeretnék. Most már meg akarom mutatni magamat. És akkor addig próbáltam ezt leküzdeni, amíg végül nem is tudom, talán harmadév végén voltak már olyan pillanataim, amikre azt mondtam, hogy igen, megérte ez a sok előzmény, meg ez a sok kínlódás, ami előtte volt. Mondom, és ebből tudom lemérni azt, hogy tényleg túl hamar vettek fel. Mert azt láttam az osztálytársaimban, hogy ők már tudatosan készültek a felvételire, ők már tudták, hogy hová jönnek, ők ezt már úgy foggal, körömmel akarták csinálni. És bele tudtak kapaszkodni a vizsgahelyzetekbe, a szerepeikbe, én meg még nem tudtam, hogy mit akarok. És aztán valahogy később, valahogy utol kellett érnem magamat, meg őket. De volt egy fordulópont, vagy ez egy folyamat? Ez egy folyamat volt. Ez egy folyamat volt. Állandóan vártam a fordulópontot, állandóan azt vártam, hogy na, mikor lesz az a bizonyos nap. És nem volt bizonyos nap, hanem egyszerűen, hogy mondjam, volt egy érési folyamat, és olyan szép lassan. Talán amikor már színházaknál voltunk, és nem tudom, negyedévben gyakorlatra mentünk, és megláttam, hogy működik egy színház, és hogy majd fizetést fogok kapni, és ez lesz a munkám, és ez egy foglalkozás lesz. Tehát, hogy én tényleg annyira éretlen voltam hozzá, hogy az se ment át az agyamon, hogy nekem, tehát nekem ez lesz a munkám, én majd ebből keresem a kenyeremet, vagy ezáltal keresem a kenyeremet. Mondom, annyira egy rózsaszín világban éltem, hogy később jött el ez az érési folyamat. Azt meg tudnál nekem mondani, hogy 18 évesen, vagy 19 évesen ennek dacára akkor miért akartál te színésznő lenni? Nem tudom, valami vitte felé, nem, még abban sem voltam biztos, hogy színésznő akarok lenni. Annyi minden érdekelt. Csak valamiért úgy éreztem, hogy közöm van ehhez az egészhez. Valamit mondani akarok mindenféle karakterek, hősnők által, akiket elolvastam, vagy akikről olvastam mindenféle drámákban, vagy akikhez volt közöm már mondjuk Földesi Margit színi tanodájában, úgy gondoltam, hogy a leírt darabok valahogy sokkal jobban beszélnek helyettem, és érdemes lenne felnőni hozzájuk, és valamit kezdeni velük. Ez nem egyfajta ilyen terápiás célzattal is történik egy szemérmes ember esetén? De, biztosan, szerintem igen. Igen, biztos, hogy terápiás. Sok nagy előadótól hallottam már, akik visszagondolnak kezdeti éveikre, hogy nagyon gátlásosak voltak, és ilyesfajta célzattal is kezdték el. Péter Fiboritól is hallottam, igen, hogy nagyon izgult, nagyon félt, és eljutott arra a szintre, amikor el tudta engedni, gondolom én a magánéletében is azokat a szemérmességeket, vagy gátló tényezőket, amelyeket korábban nem. Igen, 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 ez valahogy mind benne, egy érési folyamat, és kihat az élet mindenféle területére. Te felszabadultabb is vagy ennél fakadóan? Tehát a hétköznapi életben? Igen. Tényleg? Igen. Te lazultál, pestiesen szólva? Igen. Hát lazultam, jó, de mondjuk lazulni is szerintem jó értelemben kell. Tehát, hogy nem úgy, hogy,
hogy az ember akkor pofátlanná válik, és mindent megenged magának. Hanem valahogy az emberek felé úgy érzem, hogy több lett az ilyen jó értelemben vett nyitottságom, a szeretetem talán, a megértésem. Ez szerintem csak úgy lehetett, hogy végig kellett menni ezeken a nehézségeken. Tehát hogyha egyszer mondjuk leállok, és azt mondom, hogy nem, én ezt nem vagyok képes elviselni, én ezt nem akarom csinálni, akkor valószínűleg a mai napig bennem lenne egy ilyen frusztráció, hogy én ezt valahol félúton feladtam, mert pedig nagyon sok ilyen gondolatom volt. Be akartad fejezni, ugye, hogy van? Persze, nagyon sokszor, még akkor, amikor ez valahogy ért alakult bennem. De mindig mellettem voltak azok az emberek, akiknek valamiért hittem, akikben hittem, vagy akik hittek bennem, és felkészítettek arra, hogy mi lesz, hogyha... Tehát mi mindennel fogok szembesülni, hogyha abba hagyom. Tehát, hogy az akkor csak magamra haragudhatok. Most mondjuk haragudhatok sok emberre. Azt mind meg lehet oldani. Szóval, hogy fel lehet oldani azokat a görcsöket. De hogyha nem próbálom meg, hogyha nem megyek végig, akkor utána csak magamra haragudhatok. És kicsit magadnak is bizonyítottál? Hát elsősorban magamnak akartam bizonyítani. Elsősorban. És hogy felszámoljam a kifelé való megfelelési kényszert. Ez volt benned? Tehát másnak akartál megfelelni? Elsősorban ez volt, igen. Hogy nem másnak feleljek meg, hanem élvezzem azt, amit csinálok. De kinek akartál megfelelni? Mindenkinek gyakorlatilag? Mindenkinek, igen. Hát nyilván ugye a tanáraimnak, az engem körülvevő közegnek, mindenkinek, aki ott ült a nézőtéren. Ilyen eminens kislány voltál? Igen. Az olyan értelemben nagyon borzalmas. Rossz, ugye? Igen. Igen, de közben meg volt egy olyan énem, tehát volt az eminens énem, aki mondta magamban, hogy hát ezt menni kell, csinálni kell, mert különben mit szólnak. És a másik énem pedig egy hihetetlenül lázadó valaki volt. Tehát valahogy egy ilyen kettős személyiség. De mi ellen lázadtál? Tudsz mondani egy olyat, ami egy ilyen igazán nagy... Minden ellen, nem tudom. Nem volt, hogy teljes anarchia volt a fejemben, csak tudtam, hogy az a sok megtanulni való, leküzdeni való dolog, az majd egyszer jól jön nekem, majd ha egyszer, hogyha bennő a fejem lágya, de hogy most mire kell nekem, azt nem értem, és akkor később majd jó lesz valamire. Aztán és közben ott voltak az ösztöneim, amik meg tiltakoztak ez ellen. Az elmúlik egyébként a mindenkinek tetszés vágya? Stól Andrással ugyanilyen helyzetben beszélgettem, és tőle kérdeztem ugyanezt, hogy azt mondta, hogy szerinte nem. Ő a mai napig meg akar felelni a portástól kezdve a zöldségesig mindenkinek. Nem bírja elviselni, ha nem szeretik, vagy csalódást okoz valakinek. Hát, hogy mondjam, de én valahogy nem is megfelelési kényszernek, tehát hogy átalakul az érzés, vagy valahogy átalakul ez a fajta, tehát a kényszer átalakul egyfajta ilyen figyelemmé talán, tehát azt hiszem, hogy inkább figyelem lett belőle mások iránt, figyelek a dolgokra, figyelek arra, hogy mi történik körülöttem, és akkor a figyelem által bezsebelt, vagy megélt helyzeteket próbálom a színpadon reprodukálni valahogy a saját érzéseim, vagy a saját elmém által, vagy éppen azáltal, ahogy egy rendező irányít. Azt szeretném elérni, hogy én magam tudjak olyan dolgokat közölni egy szerep által, amiket valószínűleg csak én tudhatok. Hány ilyen volt szerinted eddigi pályád során? Tehát amire azt mondja Tompos Kátya, hogy na ezt azért, hogy odarakta. Jaj, ilyen. Hát nem tudom, kevés, biztos, hogy kevés, mert az, hogy így odaraktam, azt nem... Hát, hogy meg voltál elégedve az imagaddal? Szerintem semmivel nem voltam eddig úgy igazán megelégedve. Arról tudok beszámolni, hogy miben éreztem jól magam, miben éreztem azt, hogy erősen tudok érzelmeket közvetíteni, vagy erősen tudom átadni a saját gondolataimat. Ez például Osztrovszki viharjában, Kátya Kabanova
szerepe Balázs Zoltán rendezésében, még a Bárka Színházban. Az egy nagyon érdekes kísérlet volt. Én addig a József Attila Színházban játszottam, és aztán átszerződtem a Bárka Színházba, de amikor ezt a szerepet próbáltam, akkor még csak vendégként játszottam a Bárkában, és hát a József Attila színházi közegéből átlépve a Bárka Színházba, az nagyon, nagyon nagy váltás volt nekem, egy teljesen alternatív színházat ismertem meg a József Attila Színházhoz képest, és mondom, nagyon nagy tapasztalat volt, és úgy éreztem, hogy fel tudom használni az addig megszerzett másféle színházi tapasztalataimat, valahogy át tudok adni érzelmeket, azáltal, hogy felborítok mindenféle gátakat magamban. Az ilyesfajta váltások a te esetedben mennyire voltak tudatos döntések? Mert kívülről nagyon úgy tűnik, hogy szinte egy nagyon tervszerűen felépített pályaívet látunk. Tehát József Attila Színház, ami mondjuk mindenfajta bántója nélkül, mondom, inkább egy ilyen népszínházi jelleget öltött. Bárka Színház, egy klasszikus alternatív igen. színházi műhely, majd jött a következő Grádics, a Nemzeti Színház. Igen. Ebben mennyi tudatosság volt? Hát azt mondhatom inkább, hogy talán szerencse kérdése volt ez, de meg hát a saját kíváncsiságomé is. Tehát, hogy ahol, amiben részt vettem, azt megpróbáltam maximálisan kiélvezni. Tehát azt mondtam, hogy ha most itt a helyem, ha most ezt csinálom, akkor ez valamire jó lesz. Tehát valahogy egy ilyen, nem tudom, hiszek abban, hogy semmi sem véletlen az életben, és aztán valamikor József Attila Színházban játszottam, Ács János meghívott Kecskemétre játszani. Kecskeméten találkoztam Alföldi Róberttel, aki látta azt az előadást, amit Ács János rendezett, Alföldi Róbert meghívott a Bárka Színházba, és akkor onnan a Nemzeti Színházba, és úgy kerültem ide. És közben mindig párhuzamosan játszottam vidéki színházakban, vagy más budapesti színházakban is, és akkor később elkezdtem ugye zenével is foglalkozni, zenekarozni, szóval ezek általában azért jöttek, mert rá akartam látni a több mindenre, ami a szakmában történik, és ami mondjuk a szakmával párhuzamosan történik, mondjuk így a zenészek körében. De ilyenkor egy 20 éves pályakezdő színésznő esetén mi az, ami, melyik az a mechanizmus, ami kifejezésre jut, amikor valamire rábólint és valamit elutasít? Tehát azért téged csúnya szóval élve szétkapkodta, különösen a Valami Amerika után, ugye a Valami Amerika második részét vittétek sikerre. Színházban is és filmen is te egy kelendő árucik lettél, ilyen csúnya szóval élve. Ilyenkor nem zavarodik meg az ember feje? De, hát a kezdeti időkben persze, hogy megzavarodik az ember feje, ezt valahogy túl kell élni, vagy valahogy túl kell lenni ezeken a helyzeteken. A Valami Amerika 2 tényleg egy ilyen sorsfordító film volt, ami után el kellett döntenem, hogy mondjuk akarok-e, tehát hogy milyen úton indulok el, hogy megmaradok-e színésznek, elmegyek egy kicsit celeb irányba, vagy nagyon elmegyek celeb irányba. Az esetedben fel sem merült komolyan? Hát nem, természetesen nem. Tehát, hogy én kísértés volt? Volt kísértés, persze, hogy volt. Volt, csak hogy valahogy úgy voltam vele, hogy én pontosan érzem valahogy az ösztöneimmel, hogy mi az, amiben bele szeretnék menni, meg mi az, amiben nem. Amiben belemegyek, azt már úgy szeretem végigcsinálni, hogy abban maximálisan hiszek. És abban, szóval az nekem legyen jó, meg az legyen jó azoknak, akik velem együtt dolgoznak. A nyilvánosságnak ez a fajta szerete, az miért taszított, vagy miért volt, hogy azt mondta Tomposkátya erre, hogy na ebből azért nem kérek? Melyik fajta szelete? A nyilvánosságnak egy ilyen könnyebbik fajta válfaj, vagy nem tudom, minek nevezem. Nem is azt mondom, hogy a celeb élet, de az, hogy nem nagyon látni téged showműsorba. Én szerintem ilyen celebpartikon se teszed tiszteleted. Nem, mert nem tudok vele mit kezdeni. Nem tudok, szóval úgy érzem, hogy nem vagyok odaillő ember. Nem, ez nem jelenti azt, hogy én lenézem azokat, akik ezt csinálják, csak úgy érzem, hogy az én életemben ez egy időpocsékolás. Tehát, hogy annyi, tehát akkor inkább megnézek egy jó filmet, vagy tehát annyi értékes dolog van az életben, amire nem elég egy élet,
mert nincs rá idő, tehát hogy nagyon rövid egy ember élet, ahhoz, hogy mondjuk elolvas minden jó könyvet, megnéz minden jó filmet, találkozz azokkal az emberekkel, akikkel szívesen találkoznál, és mondjuk érdekelnek a gondolatai, vagy egész egyszerűen mondjuk váltok egy pár jó mondatot az édesanyámmal, és az is sokkal többet ér. Néha ugye ez jut eszembe, és akkor nem megyek el egy celepartikra. De az ünnepeltség rész az nem? Volt benne része, megtapasztaltam, és... És köszönjük szépen, elég volt kategória? És jól esett, és úgy éreztem, úgy érzem, hogy én ebbe belekóstoltam, és erre tudok most már nemet mondani, mert tudom milyen, hogyha van, és nem hiányzik valahogy, nem hiányzik az életemből. De az a része jó volt, amikor láttad a neved egy plakáton, vagy akár az arcod is. Igen, az egy nagyon-nagyon érdekes élmény volt. Jó élmény volt. Nem így nézek ki az életben, de érdekes, igen, hogy most ott vagyok egy plakáton. Nyilván azért nem így nézek ki az életben, mert az egy szerep. És akkor úgy gondoltam, hogy igen, le kell választani a szerepet az életről. Ezért van az, hogy mondjuk nem szeretem, ha megismernek az utcán. Vagy nem is szeretem. Nem szeretem, hanem nem vágyom rá, vagy nem tudok vele mit kezdeni. De nem bánt, vagy nem azt mondom, hogy fú, akkor most... fekete szemüveg mögé, napszemüveg mögé bújok, és akkor elkezdek rejtőzködni, mert az is pont olyan gáz, vagy nem tudom, még jobban felismerik ettől az embert, mert látják, hogy rejtőzködik, tehát akkor ott van valaki, az ott egy valaki. De hát, de nem tudom, szóval, hogy szeretem élni a civil életemet, és a színpad, meg a színház, meg a filmek, meg a nyilvános szereplés az valahogy más, az egy ilyen magasabb rendű létforma, vagy nem tudom. És akkor, amikor az esélye megmutatkozik annak, hogy mondjuk hogy a közönség filmek irányába vett az irányt, akkor mennyire kell észnél lenni egy fiatal színésznőnek, hogy utána a művész filmek berkein belül is, és ezek a rendezők, ezek a kritikusok is elfogadjanak, és komolyan vegyenek. Mert te, mintha ezzel a balanszal is rendkívül jó sáfárkodtál volna. Tehát amikor elindult volna ez a közönségfilmes vonal, rögtön jött a Köntörfalak, ami nem egy közönségfilm. Ez inkább szerencse kérdés. Ez is szerencse? Szerintem igen. Diga Zsombor meglátott, azt hiszem, Orosz Dénes mellette című kisfilmjében, és gyakorlatilag casting nélkül kiválasztott a Köntörfalak női főszerepére. Úgyhogy ez valahol szerencse kérdése volt, és nagyon sokan megkérdezték akkor tőlem, hogy hát milyen érzés lehet ugye egyik filmből a másikba esem, és ez valóban így szokott lenni, hogy ahogy én látom most, hogy valakit kiválasztanak valamilyen szerepre, akkor az kap valamilyen nyilvánosságot, mondjuk az a film, és akkor elkezdik hívni a rendezők, és akkor mondjuk leforgat utána még sok filmet, aztán lehet, hogy egy ideig nem forgat, mert azt mondják, hogy hát ez most nagyon elkopott az arca, most nagyon sokat van film, most mindenki őt akarja, úgyhogy most ne ő legyen. És például így volt, a Coming Out-tal is, hogy Orosz Dénes szeretett volna egy másik színésznővel dolgozni, mert ugye a mellettedben, a poligamiban is velem dolgozott, és akkor nem akarta elsütni ezt a párost, ugye Csányi Sanyival játszottunk a poligamiban, és akkor hogy most miért ismétlődjön meg, tehát biztos volt abban, hogy Csányi Sanyi játssza a főszerepet a Coming Out-ban, de hogy akkor valaki más legyen, és akkor megnézett egy csomó színésznőt, és akkor végül is az volt, hogy akkor legyek én, mert kiderült, hogy akkor most ő mégiscsak engem szeretne arra a szerepre. És akkor így lett.